A résztvevőket dr. Kanc Csaba kormány megbízott és dr. Szerencsés László, a Kamara megyei elnöke köszöntötte, majd átadták a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság pozitív listájára újonnan felkerülő megyei vállalkozások képviselőinek az erről szóló tanúsítványt. Fogyasztóvédelem mostani előadásából azért elhangzott, hogy szolgáltatóként kívánnak a kereskedőkkel és a szolgáltatókkal együttműködni. Én nem vettem volna észre, hogy a mi tagjaink félnének a fogyasztóvédelemtől, és ez pedig egy rendkívül örömteli dolog, hogy itt a kamarában tudták ezeket a pozitív listás tanúsítványokat átadni. Ösztönzünk mindenkit arra, hogy őre ne 8-nak, hanem mondjuk akár többször 8-nak adjanak át egy ilyen. Nyilván kiteszik az üzletbe, hisz hát azért ez egy pozitív megkülönböztetés ugyan, de pozitív. Ha én lennék egy kereskedő, vagy egy szolgáltató, egészen biztos, hogy kitenném az üzletbe. Rendezvény vendége volt Koszorús László, fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár is a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumból. Szemléletváltás történt a fogyasztóvédelem terén, nem inzultálni, hanem konzultálni szeretnének, mondta a helyettes államtitkár. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 8 hónap ezelőtt létrehozott egy fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkárságot, melynek az a feladata, hogy egy szemléletváltáson vigye keresztül a fogyasztóvédelmet, és igen, a mottónk nem inzultálni, hanem konzultálni, egy barátságos hatóságot szeretnénk építeni. Eddig ugye az volt a tapasztalat, ha kimentek a kollégáim egy plázába, egy piacra, egy kereskedelmi egységbe, akkor elkezdett a kereskedelmi egység vezetőnek izzadni a tenyere, hogy Jézusom, ezek büntetni jönnek. Ezt szeretnénk átalakítani. Segítségünkre van, hogy az előző ciklusban az országgyűlés elfogadott egy törvényt, melynek köszönhetően a kis- és középvállalkozásokat például az első alkalommal nem is büntetjük, hanem csak felhívjuk a törvény betartására, a jogszabálynak a helyreállítására. Bízunk azért abban, hogy ahogy itt Tatabányán is, máshol is a kollégákkal rendezvények keretében találkozunk a vállalkozókkal, találkozunk a kereskedőkkel, sokszor elmenjünk a plázákba is, nyílt napokat szervezünk, megújult a weblapunk, föl vagyunk Facebookon, Twitteren, várjuk az észrevételeket, várjuk a kritikákat, már csak azért is, hiszen hogyha találkozunk egy elégedett fogyasztóval, az azt jelenti, hogy egy fogyasztóbarát vállalkozásnál járt, az azt jelenti, hogy a szabályok azok rendben vannak, az azt jelenti, hogy a nap végén nekünk kevesebb munkánk van, és a normális kereskedelem működik panaszos nélkül. Nyilván a gyakorlatban mindig vannak olyanok, akik megpróbálják megszegni a szabályokat, ezekkel szemben járunk, az embereket fülöncsípjük, de örülünk annak, hogy egyre több korrekt vállalkozó van Magyarországon, egyre többen rájöttek arra, hogy egy visszatérő ügyfélkörre igenis érdemes építeni. Én külön örülök annak, hogy Komárom-Esztergom megyében 154 pozitív listás volt még délelőtt, most ez 8 fővel már bővült.